videó. Most éppen itt vagyunk Bértől nem messze, és ez itt egy olyan hely, ahol itt bemutatják a köveket, és itt látható mellettem. Majd mutatom. Majd mutatja apa. A bazalt. Bazalt, ami a tanúhegyeknél volt. Igen. Yeah. És itt meg az andezit, ami ez a hegy. Hegyen van, ami most állunk. És miben andezit. Különbözik a bazalt az andezittől? Hogy miben azonos? Hát, mindkét kő. Mindkét kő ugyanazt tartalmaz. De vulkánikus igen. Eredetű. Mindkettő vulkánikus igen. Eredetű. És mi a különbség? Azt megmondom én. Igen. Hogy a egyiknek, most ezt nem tudom melyiknek, úgyhogy én is megbuktam, a magasabb a szilícium tartalma. Az az andezit. Az az andezit? Bizony. Jó van. Tehát magyarul több abban a szilíciummal, a bazaltban meg kevesen. Igen, de viszont az az érdekes, hogy az andeziten itt nem látszanak lyukak, de viszont a bazalton meg vannak lyukak. Az csak ezen vannak, de egyébként nem ez a... Érdekes. Ez csak érdekesség. Na és akkor hova megyünk innen? Innen fölmegyünk a csúcsra. És mit fogunk látni? Kilátást. Azt lehet, hogy nem fogunk, viszont akkor elmondom én. Látjuk majd az európai különlegesség, egyedülálló, megszilárdult andezit oszlopokat fogunk látni, ami nagyon ritkán jelenik meg egyrészt, másrészt nagyon ritkán látható. Tehát nagyon ritkán szilárdul meg az andezit kristályos alakba, miközben a bazalt oszlopokat minden bazalt hegyen láthatunk. Ez mondjuk igaz, mint a tanúhegyeken. Összes tanúhegyen van bazaltoszlop mindenhol. Az andezit vulkánál ez ritka, és az még ritkább, hogy még látszik is. Tehát kint van a föld felszínén, és látszik a izé. És ráadásul még egy vicces formája is van, mert görbe, és olyan, mintha egy csúszda lenne. Úgyhogy majd látom, erre fölcsillant a szemed. Na, majd megnézzük. Hát lehet, hogy ki lehet próbálni. Nem, ahhoz túl meredek. Meg azért nem sima annyira. Na. Hello videó! Hello videó! Most már itt vagyunk majdnem a nagyhegy tetején, és itt látható a csúszda, ami hasonlít egy csúszdára, de nem lehet lecsúszni rajta, sajnos. És nagyon szép ott a kilátás. Ugye a csúszdáról nagyon szép lenne a kilátás, és föl fogunk már menni oda föl, már nincs messze. És aztán itt balra meglátható a kőcsúszda, és az kőzuhatag, és az... Ami itt, olyan, mint egy patak, csak kőből. Igen, csak kőből, és itt kezdődik el. Mondhatni, itt van a kőforrás. Jó van. Úgyhogy most föl fogunk menni a csúcsra. Hello videó! Hello videó! Most éppen itt vagyunk a nagyhegy csúcsán, és itt van látható pár lépésre a csúcs. Én most nem a csúcson állok, de majdnem. És nagyon szép innen a kilátás, csak egy fa van az útba. Mit lehet innen látni? Hát hegyeket. Csomó hegyek. A szandai várat lehet látni, ott a távolban, a kép közepén. Pontosan. Akkor lehet látni a Sráshegyi kilátót. Igen. Ennyi. De például arra, ahova most én nézek, igen. Ott arra rengeteg hegy. Messzire el lehet látni. Igen. Nagyon messzire el lehet Éjszakra igen, messze el lehet látni. Jó van. Hello videó.